Na, és egy, egy nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, uh, akik most így eljöttetek. Uh, ide közén, kis tartsára, szegletházban, nagyon nagy szeretettel köszöntök minden ismerős és ismeretlen arcot. Van esetleg olyan, aki, aki most először van itt közöttünk? Ó, és itt föllendült egy kéz, úgyhogy, <laughs> úgyhogy nagyon, és kettő, kettő kéz is, nagyon nagy tapsal. És nagyon nagy szeretettel köszöntünk titeket, hogy jó, hogy itt vagytok, és örülünk nektek. Ha esetleg van olyan valaki, aki így online tart velünk így első alkalommal, akkor titeket is nagy szeretettel, külön nagy szeretettel köszöntünk. és hadd lőjük ki ezt a Hello slide A Golgot a per Hello oldalt, ezt nektek ajánlom figyelmetekbe, akik most így először vagytok itt. Néhány kérdés, hogyha válaszolgattok, akkor sokkal, sokkal gyorsabban és gördülékenyebben tudtok hozzánk kapcsolódni. Köszönjük, hogyha ezt megteszitek. És ja, azt elfelejtettem mondani, de, de így nyilván így üdvözöljétek egymást, így, így tök jó, hogy megérkezni, helyet foglalni, most már mindenki, mindenki elrendeződött. Így köszöntsétek egymást is, ilyen nagy, nagy szeretettel fordítok előre, hátulra, kis testedzésnek is jó ez, úgyhogy ezt el szoktam mondani így, így bemelegítésként. Na, és igen, Noémi említett valamit itt a dicsőítés előtt, hogy egy különleges nap van ma, nem tudom hányan tudjátok, hogy ma van apák napja. Úgyhogy az édesapukákat egy nagyon nagy kitörő örömmel és, és, és szeretettel köszöntjük. És szeretnénk tényleg így, így nem csak köszönteni, de így megáldani az édesapákat, mert látjuk, hogy mekkora. mekkora fontos szerep az ővék, és hogy milyen fontos feladatuk van így a családjukban. Úgyhogy tényleg most minden édesapa, akik itt vagytok édesapák, vagy, vagy nagypapák, vagy dédpapák, vagy bárki, aki ilyen édesapa és édesapai szerepet tölt be a családjába, azt tegye fel a kezét, hogy, hogy tudjunk így, így, így titeket beazonosítani, és így, és így, tényleg így az áldás az így szálljon rátok. Imádkozom tényleg azért, hogy így Isten áldása így, így legyen rajtatok, rajtunk. Én, én is fölteszem a kezemet, én is édesapa vagyok. És hogy, és hogy, hogy tudjatok bölcs vezetői lenni a családnak, hogy tudjatok hűséges társai lenni a feleségeteknek, hogy, hogy adjatok a gyerekeiteknek is biztonságot, stabilitást és, és kellő figyelmet. Tudjatok velük időt tölteni, és tudjatok egy jó példa lenni az életükben. Úgyhogy tudom, hogy ez nem egyszerű, de. de Ennyi sok dolga van az édesapának, és, és mellette kicsit megspékelve és fűszerezve egy kis humorral, lazasággal, amit csak egy tényleg egy édesapa tud így a, a gyerekeinek adni. Úgyhogy tényleg ezt, ezt kívánom mindenkinek, mindannyiunknak, és akkor boldog apák napját még egyszer. És, és egy ajándékot is hoztam, készültem tényleg az apukáknak, egy ajándékkal, nem fogjátok elhinni, de csak nektek, csak ma elintéztem, hogy három foci meccs lesz ma a tévében. Úgyhogy három órakor be a tévét, lesz egy lengyel-holland csapatmérkőzés, aztán hat órakor egy szlovén-dán, és este kilenckor pedig egy szerb-angol. Na, mit szóltok? Köszi, kérdő, köszi. Nagyon szívesen. Úgyhogy, na, még egyszer boldog apák napját, ne, ne, köszöngessetek, de hát ez, ez természetes volt, hogy ezt így Köszönjük. összehozom nektek. Na, és akkor most, most pedig tényleg komolyra fordítva az eddig is komolyra fordítottuk, de most még komolyabbra fordítva a szót, belevágunk az ige talulmányozásba, és, és, szeretnék még egy rövidet imádkozni ezelőtt. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy, hogy ma is van lehetőségünk megnyitni az igédet. Kérlek, hogy te szó és a te lelked által így jelents ki nekünk lelki dolgokat, és, és ha itt szóval, emberi szóval próbálkozok átadni valamit, Uram, te legyél az, aki ezt így, így kiegészíted, és, és tényleg így lelki üzenetté formálod azt. Amen. Ahogy múlt vasárnap elmítettem, ugye folytatjuk ma is a Máté Evangéliuma sorozatunkat, és ahogy a legutóbbi alkalommal elmítettem, hogy elékeztünk egy nagyon fontos mérföldkőhöz, így az evangélium folyamatában. Jézus Földi életének és szolgálatának csúcsa közeledik. Tehát azzal, hogy bevonult Jeruzsálembe, ez gyakorlatilag a, a szolgálatának az utolsó hetét, az utolsó napjait nyitotta meg. És innentől azt szerettem volna kérni, és azt is kérem tőletek, hogy, hogy, hogy lássuk meg azt, hogy Jézus, amit itt tesz, mond, amit történik, annak, annak kiemelten fontos jelentősége lesz innentől. Úgyhogy azt szeretném, és azt is fogom gyakorlatba is ültetni, hogy hogy kicsit így lassuljunk be, kicsit így, így, így nézzük meg jobban ezeket a, ezeket a folyamatokat, ezeket a történeteket, ezeket az elhangzott tanításokat, mert hiszem, hogy ezeknek hatványozottan megnő a jelentősége, és, és így egy kicsit ilyen lassított felvétellel jobban értsük meg és értelmezzük azt, amit Jézus itt nekünk át akar adni. Jó? Úgyhogy az utolsó néhány fejezetet ilyen kicsit lassabban, mélyebben, jobban kibontva fogjuk értelmezni. És ahogy az előző részben láttuk, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe, ugye ünnepélyesen, dicsőségesen, egy masszív tömeg dicséri és ünnepli, élteti, dicséri őt, és egy, egy szamár csikónak a hátán így vonult be Jeruzsálembe. Ugye ezzel töltötte be Zakariás profétának a, a proféciáját, miszerint ő egy, egy szamár csikó, mint a messiás, egy szamár csikó hátán fog bevonulni Jeruzsálembe. És azt láttuk, hogy az emberek így, így levették a felső ruhájukat, és leterítették elő a földre, ami, a, ami az alávetettségnek volt a jele, hogy elismerték őt királyuknak, és, és pálma ágakat lengettek, ami a győzelemnek a jele, egy nagyon erős szimbóluma, és, és ezzel kihirdették, hogy ő a győztes. És van ebben a Ebben az egész ünnepségben egy, egy óriási kettősség. Ahogy említettem, talán ez a Biblia egyik legironikusabb része. Mert nagyon is helyén való az, hogy a tömeg ünnepli Jézust, és, és dicsérik, és, és amit tesznek, az, az nagyon is helyén való. De ugyanakkor a, a motivációjukkal volt baj. És ezért van bennem ez a kettősség. Mert nem értették meg, hogy ki is ő valójában, és hogy mit is kell tennie. Képzeltükben egy olyan megígért királyt hoztak létre, aki megfelel az elvárásaiknak. Ő volt az, aki megszabadítja majd őket a római uralom és elnyomás alól, és, és, és tényleg egy ilyen győzedelemre vezeti őket. De közben Jézus a bűneiktől akart őket megszabadítani. Szóval látták Jézus, de mégsem látták, hogy ki is ő valójában. Hallották őt, de nem igazán értették. És ezért, amikor Jézus virágvasárnap bevonult Jeruzsálembe, akkor bár a tömeg egy ilyen olyan messiásság formálta, amire ők vágytak, de éppen ezért tette Jézus azt, amit tett. Jó, tehát, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, de egy nagyon más dolog fog történni. Más felé veszi az irányt, mint ahova a nép várta volna, hogy megy. Gyertek, elő a, bibliátokat, vagy kövessétek um, akár a kivetített ige a Máté 21 és 12-es versétől kezdjük el olvasni az igét. Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat házának nevezik ti pedig rablók barlangjává teszitek. Na szóval, ugye ott hagytuk abba az előző részt, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe, említettem, hogy a jó kapunk keresztül, és hogy ennek is milyen nagy jelentősége volt, és jelentés tartalma volt. És bevonult Jeruzsálembe, és hogyha egy király, egy győztes király bevonul a városába, akkor hova vezet szerintetek az első útja? Pláne egy olyan király, aki, aki jött és a, és a hatalmat jön éppen átvenni. Aki jön és hogy kijelenti, hogy ő az uralkodó. És, és tényleg így átveszi az uralmat. Szerintetek hova vezetne az első útja? A palotába. Nagyon jó. Tehát a palotába, Dávid palotájába kísérte volna a tömeg. Szóval elképzelem, hogy Jézus, ünneplünk, és akkor Jézus így tesz egy balost, és elmegy arra. Jézus, de hát erre van a palota, nem erre kéne mennünk? Nem, nem, én tudom az utat. De Jézus elromlott a navit, tehát hogy biztos, hogy erre van a palota. Nem, 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 nekem arra kell mennem. És elment Jézus a templomba. Ugyanis, hogyha ténylegesen a palotában ment volna Jézus, akkor kijentette volna, hogy ő egy földi király, aki elfoglalja a földi trón székét. És, és kijelenti a földi uralkodását. De ő nem ezt tette. ehhez elment a templomba, az Istennek szentelt helyre. És ezt azért tette, mert kijelentette, hogy ő valóban a királyuk lesz. Sőt, valóban a királyuk, de nem úgy, ahogy ők ezt várták. Nem úgy, ahogy ezt ők ezt gondolták. Ő nem azért jött, hogy harcba vezesse őket a, a rómaiak ellen, és egy földi királyságot hozzon létre hanem azért jött, hogy elvezesse őket az igazságosságra és a szentségre. Szóval ezért ment Jézus a bevonulása után közvetlenül a templomba. És most történik egy furcsa dolog. Tehát azon túl, hogy a templomba ment, és ilyen, ilyen ünnepi hangulat, ilyen emelkedett, tudjátok, mindenki örül és dicséri, és, és tényleg egy ilyen nagyon-nagyon felfokozott hangulatban az emberek, és így történik egy, egy éles váltás. Egy nagyon éles váltás, amit nem láttunk jönni. Tehát, hogy Jézus átcsap egy, egy, egy ilyen dühöngésbe, um, és így kiakad, és történik olyan dolog, amit úgy nem vártunk. És mégis miért akad ki Jézus ennyire, hogy hogy törzúzott? Mi, mi, mi történt? Mi, mi, mi ez az egész? És hogyan tudjuk összeegyeztetni azt a Jézust, aki, aki maga a megtestesült szeretet és kedvesség, um, ezzel az indulatos és haragos Jézussal? Mert itt ugye látjuk azt, hogy előtörtek az indulat, indulatok belőle. És szeretném most egy zárójelbe téve egy, egy, kicsit kitérni erre, hogy mégis hogy fér bele így ebbe a bibliai kontextusba a szeretetbe az indulat és a harag. És én úgy érzem, hogy, hogy Jézus szeretete és haragja a sok esetben szervesen, szervesen kapcsolódik egymáshoz, szervesen összefügg, és, és látszólag ilyen negatív érzelemnek tűnik a harag és az indulat, de valójában, hogyha az isteni indulat van benne, akkor ez is az ő szeretetének a kifejeződése. Ugyanis isteni célokat szolgál. És ugye beszéltünk arról, meg is köszöntöttük az édesapákat így, apák napján, és, és beszélgettünk így a, a, a szolgáló csapattal egy picikét, hogy, hogy ez sok esetben az apai szerepben is megjelenik ez a fajta, ez a fajta um, indulat, uh, harag, um, és akkor ennek a kifejeződései, uh, akár verbális, vagy fizikai, fizikai formában is, de hogy, de <laughs> és most mosolyogva egymásra néztek az apukák, um, de hogy ez valójában a szeretetünknek a jele. Az, hogy a legjobbat szeretnénk a gyermekeinknek, az, hogy szeretnénk őket megvédeni valamitől, szeretnénk őket... A, a, a letért útra visszatéríteni. Tehát, hogy egy, egy apa, hogyha mélyen törődik a gyermeke biztonságával és boldogságával, akkor akkor ez ez az, ami motiválja őt. És így ezt a látszalagos ellentmondást így, így ki, tudjuk, uh, ki tudjuk egyenesíteni. Tehát a harag az, az sok esetben lehet a szeretet uh, intenzív megnyilvánulása. És több helyen találkozunk Jézus haragjával is így a, a, a Bibliában. Ugye Jézus többször élesen bírálta a farizeusokat és a, az írástudókat. Ugye a, a képmutatásuk, az igazságtalanságuk és az emberek félrevezetése ellen szólalt fel sok esetben. De nem az volt, hogy Jézus nem szerette volna ezeket az embereket. Ő igenis szerette, hiszen meghalt értük is. De, de akkor is ezeket ki kellett mondani, és ezeket, ezeket erélyesen is akár de fel kell hívni erre a figyelmet. Vagy, vagy emlékezzünk csak olyan helyzetekre, amikor Jézus, ugye a gyengék, a betegek és a kiszolgáltatottak, mikor ezek az emberek igazságtalanságot szenvedtek el, vagy bántalmazást szenvedtek el, akkor Jézus, Jézus haragja is előtérbe került, és megvédte őket. És ugyanezt történik így a templom megtisztításánál is. De nézzük is meg, hogy, hogy mi történik itt. Hogy, hogy mi is ennek az egésznek a háttere, jó? Ezt szeretném egy kicsit kibontani, hogy jobban megértsük. Tehát milyen hely is volt ez a templom, és, és hogy miért akadt ki, ki Jézus ennyire? Tehát mitől lett ennyire dühös? És ahhoz, hogy ezt megértsük, um, nézzük meg, hogy milyen is volt maga a templom. Tehát, hogy azt mondom, hogy templom, akkor mindenkinek a fejében él egy, egy elgondolás, hogy egy ilyen magas tornyú, ólom, üvegek, és hogy díszes valami. Tehát, hogy ez a, a, a Jeruzsálemi templom az teljesen másként nézett ki. Tehát volt egy központi épülete, amiben volt a Szenté és a Szentek Szentje. Ez valóban egy, egy épület volt. Viszont ezt körülvette egy belső udvar. Egy, egy kőfal vette körül, egy belső udvar ami még továbbra is a templomnak a része, jó? Tehát azért mondom így. És ebbe a belső udvarba, aki nem zsidó, az be se tehette a lábát. Tehát ide csak a zsidók és csak a papok mehettek be. És ezt vette körül, egy még nagyobb udvar, egy külső udvar, egy tényleg egy ilyen hatalmas alapterületet képzettek el, ilyen 500 méter hosszú és 400 méter széles, egy ilyen nagy-nagy alapterületű külső udvar, ezt is kőfal vette körül, egy ilyen belső oszlopcsarnok, tehát tényleg egy ilyen nagy, nagy épület, együttes és nagy alapterületű udvar, ahová bemetett bárki, akár pogányok is, akik Istent jöttek keresni és, és, őt imádni, akár bármelyik nemzetből, tehát ide már ők is bemehettek. Igen ám, de ez a külső udvar valóságos bevásárló központá alakult át Jézus idejére már teljesen. Tehát képzeljétek el, hogy itt ilyen bárány, kecske, galam, mindenféle állatokat, áldozatra szánt állatokat, akkor ezeknek a karámjait, a ketreceit e, tartották. Tehát egy ilyen hatalmas nagy nyüzsgés, zsívvásár, csipogás, bégetés, nyöszögés, mindenféle hang és szag és, és, és egyéb, e, egyéb történet. És rengeteg pénzváltó volt még itt ezen a helyen. Tehát különböző asztaloknál pénzeket váltottak, úgyis, hogy jöttek a különböző, különböző emberek, különböző nemzetekből, vagy akár csak a diaszpórába szakadt zsidó gyökerekkel származó emberek jöttek Jeruzsálembe, akkor hozták a kis perzsa, egyiptomi, görög vagy római pénzüket, és képzettek el, hogy hát Isten nem szereti azokat a pénzeket, aminek egy uralkodónak az arcképe van, ne, hát ezt, ezt nem volt szabad használni a templomban, ezért ott beváltották egy a templomban is elfogadott sékel, egy templomi sékelre. Tehát bizonyos értelemben ezek a kereskedők egy, egy ilyen szükséges szolgáltatást nyújtottak. Ugye a hívők nagy távolságból érkeztek, hát kellett nekik akkor egy kis, kis pénzváltás, meg gyorsan egy áldozati állatot, hogy tudjanak venni. Tehát látszólag az orándokok kényelmét szolgálta ez. Azonban hamarosan ez egy nagyon jövedelmező üzletté vált ez az egész sztori. Tehát a papok azok szigorú ellenőrzés alatt tartottak mindent. Akár az áldozati állatoknak a kereskedelmét, akár a pénzváltást, és, és képzeltek el, hogy ilyen, ilyen busás haszonnal árulták. Tehát sokszoros áron árulták mind az állatokat, mind a pénzváltás ilyen. Hát nem az volt, hogy beütötték, megnézték, mennyi a középárfolyamna ennyiért, uh, hanem ilyen, ilyen, tényleg ilyen sokszoros áron történt meg. Uh, így túlárazva mindent. És, és a templom, melynek, egy szent helynek, az Istennel való találkozás helyének kellett volna lennie, az tele volt kapzsisággal és korrupcióval. De ami még ennél is jobban zavarta Jézust, azt szerintem az, hogy hogy ez a külső udvar, ami pont arra volt hivatott, hogy minden ember, minden nép, minden nemzet, a pogányok is az Istennel való találkozás hely legyen. Hát ez itt, itt nem tudott megvalósulni. És Egyébként a Márk evangéliuma az említi az Ézsaiási idézetet kicsit teljesebb formában. Ezt fel is olvasom nektek. A Márknál így szerepel ez, hogy nincsen megírva, az én házom imádságháza lesz minden nép számára. Tehát Istennek, miért bárki azt gondolná, hogy ő csak a zsidósággal törődött, őnek egy kezdetek kezdetétől az ott a terve, hogy minden nép számára legyen lehetőség a vele való találkozásra. És gyakorlatilag ezt, ezt így elvették, ezt a lehetőséget, ezek a, ezek a korrupt zsidók. Már ne, hogy nehogy valaki kiragadja a szöveg ezt az utolsó mondatomat. Na, és ezt a, ezt a helyet, tehát ami mindenki számára nyitottnak és, és, és befogadónak kellett volna lennie, ezt a helyet egy, egy, egy piac térré, egy korrupt és tisztességtelen zsibvásárrá változtatták. És ott állt Jézus, és így, és így szemlélte az egészet, és így, és így szinte látom, ahogy, ahogy így fölmegy benne a pumpa. De most a, a, a dolog szent, értelmezésébe, értelmezésében, jó? Tehát, hogy ténylegesen ő, ő, így, így, haragba jött, amikor dűbe jövünk, ugye? Um, és, és Jézus így dűbe jött, és gyakorlatilag az történt, hogy, 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 látja ezt, hogy ez a kereskedők, ezek a papok beszenyezték, és, 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 és amit, amit, ő szentnek és tisztának szánt, és, és, kizártak és eltaszítottak embereket az Istenhez való közeledéstől, így a, így a, így a saját önzőségük és, és mohóságuk és a pénzéségük, így, másokat is távol tartott Istentől. Szóval Jézusban így fölment a pumpa, és, és bement, és, és, és így elkezdett mindent fölborogatni. Oda ment, és az asztalokat így elkezdte fölborítani. Gondoljátok el, hogy a pénzelteli ládák így leestek az asztalra, a pénzek így gurultak a köveken, az állatokat így, így kiengedte, meg ki, kiterelgette, meg kidobálta, és, és és elképzelem azt a fejetlenséget, azt, a, azt, a, azt az állapotot, ami ott hirtelen eluralkodott, hogy a, a kereskedők meg a pénzváltók azok ott kézláb láb túrtak, másztak a, a, a köveön a, a szalmák között, és szedegették össze a pénzüket, szentségeltek, meg, meg, meg kiabáltak, meg, meg nem tetszésüket fejezték ki, és, és Jézus egyszerűen csak így, így mindent ki akar takarítani. És, és látjuk benne ezt a, ezt a szent indulatot, ahogy így, ahogy így megy, és, és, és mindent, ami nem oda élő, az így kizavar. És ezek az emberek azt hitték, hogy Isten nem törődik vele. Nem törődik vele, hogy itt mi történik, hát ez jó kis biznisz, uh, itt mehet, mehet, amit mi szeretnénk. Pedig, pedig, Isten igenis törődik. És itt megjelenik az ő szent haragja. És szerintem Isten ma is, ma is törődik. Törődik vele. És elgondolkodtam, hogy hogyan fogadja, hogyha ma hasonlóval találkozik. Mondjuk egy templomban. Hogyha ha beszennyezik kapzsisággal, vagy korrupcióval, vagy, vagy egyéni érdekekkel, és egyéb istenstelességekkel a templomot. És most gondoljunk csak bele, ma nem akarok példát hozni, és, és konkrét eseteket. De, de, hány olyannal találkozunk, amikor tényleg ilyen, ilyen, ilyen politikai agitációkat e, csinálnak templomokban, vagy visszaérnek az anyagiakkal, vagy, vagy egyéb ilyen, ilyen emberi e, önzőség és az emberi érdekek kerülnek előtérbe az Isten szent házába. És, 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 és vannak gyülekezetek, amelyek tele vannak ilyen korrupt és önző motivációval, és sorolhatnám még a, a, a különböző visszaéléseket, amikkel mind, csalódást okoznak, és figyeltek a legdurvább az az, hogy, hogy ezzel taszítják el, és távol tartják azokat, akik, akik meg Istent keresve jönnének be egy templomba. És hogy ez mennyire, mennyire, szomorú, és mennyire fájdalmas, és hiszem, hogy Jézusnak ez, ez a leg, legfájó pontja, és ő ezt akarja így, így, felszámolni. És, és ne legyen kétségünk, szerintem Jézus nem nézi ezt ma sem tétlenül. De mielőtt nagyon félrevinném a, a gondolatokat, és azt gondolnánk, hogy Jézust elsősorban a templom érdekli, és, a, és így a templomot akarja megtisztítani, és, és tudjátok így, így, így nagyon, nagyon szent helyi formálni, szerintem Jézust magát, így, így a templom, mint épület, az nem igazán érdekli. És... Szerintem őt annyira nem aggasztják az épületek. Gondoljatok csak bele, hogy a, amikor elindult a kereszténység, az emberek hol gyülekeztek össze házaknál, meg kint a természetben, meg esetleg nem tudom, barlangokban, meg ilyen olyan helyeken. Tehát nem voltak épületek, nem voltak egyházi, uh, ilyen, ilyen szervezett gyülekezőhelyek. Tehát ezek a templomok gyakorlatilag az első 3-400 évben nem is léteztek. És um, Viszont Istennek van néhány dolog, ami, ami valóban drága, és va, amit valóban drága templomának tekint. Figyeljetek csak, az 1 Korintus 3-ból így olvasom, a 16-os verstől, nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke akik bennetek. Ha valaki Isten templomát beszenyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Képzeljétek el, hogy jó néhány évvel ezelőtt jártam Rómában, és, és Rómának egyik legnagyobb nevezetessége és látnivalója, ugye a Vatikán, és azon belül is a Szent Péter Bazilika. És hát elmentem, elmentem én is ezt megnézni, egy, hát egy, egy, egy gyönyörű, egy monumentális, egy hatalmas bazilikát képzeljétek el, ami tényleg fantasztikus a megjelenésében, a díszítésének, a, a, a gazdagságával a mindenben. Um, és, és tényleg egy olyan monumentális épület, amiben kapaszkodtok, meg 60 ezer ember uh, fér be ebbe a templomba. Tehát egy, 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 igen, néha gondolkodunk, hogy hogy kicsit nagyobb helyre lenne szükségünk. Hát igen, tehát 60 ezer emberes befogadó kapacitás az már azért nem semmi. Na, uh, de nem, abszolút itt a Szegletház is teljesen. <tosz> <tosz> teljesen, teljesen jó. Uh, na, szóval. És egyébként már a maga belépés sem megy egyszerűen ebbe a, ebbe a bazilikába. Képzeljétek el, hogy tehát nyilván egy masszív sorban állás van, mert azért, ahova éve, évente nem tudom, több millió akarnak elmenni és bejutni, akkor ott, ott tömeg van, konkrétan mindig. És beállsz a sorba egy ilyen laza, egy, másfél-két órás várakozás az, az az alap, és miközben ott állsz és haladsz közelebb a, a bejárathoz, így jönnek ilyen inspektorok, és, és így nézik azt, hogy te hogy vagy felöltözve. Mert alapvetően nem is be, mehetsz be akárhogy. Tehát van egy, egyfajta dress code, amit be kell tartani. Tehát az, hogy, hogy, tudjátok, olyan, olyan ing vagy póló, ami a vállat szabadon hagyja, az tilos. Vagy, vagy rövid drágba. Hát én most nem mehetnék be abba, abba a bazilikába, és így, ahogy körbenézek, szerintem sokan kint maradnánk Istennek a szent jelenlététől távol. Úgyhogy, na szóval ténylegesen ez, ezekre így odafigyelnek, és és, és, van lehetőség, hogy akkor vegyetek ilyen, ilyen, ilyen szövetnadrágot, ilyen hosszú út, vagy a vállatokra teríteni valami kis kardigánt, vagy egy takarót, vagy bármit. És, és, csak így mehetsz be. Tehát még, még egy szakadt farmerba sem mehetsz be, vagy egy olyan mintás pólóba. Értedek? Tehát hogy nagyon-nagyon komoly ilyen dresscode van, és odafigyelnek erre. És, és amúgy valójában, amikor bemész, akkor így, így így ámulsz és döbbensz, mert egy, mert egy, mert, egy, csoda, egy gyönyörű, egy olyan hatalmas belső terek, és monumentális, és, és a freskók, és a, és a, díszítés gazdagsága, és azok a szobrok, és a festmények. Tehát tényleg egy, 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 egy ilyen, egy ilyen nagyszerű, egy szinte elvarázsol a helynek a, a, szépsége, a nagysága és a gazdagsága. De hagyd mondjak egy durva dolgot, <kül> hogy Isten nem igazán érdekli a Szentpéter Bazilika ő neki nem annyira fontos ez a sztori. És most de, de nem akarok senkit megbántani, hisz ez az épület nyilván a katolikus egyháznak az egyik központi épülete, a pápának a temploma, és, és tényleg így, így um, egy nagyon fontos szerepet tölt be. De kitítanak egy épületbe, hogyha nincs rajtam hosszú nadrág, um, vagy, vagy fedőruha. Innen felelek meg az épületnek. És szeretném mondani, hogy, hogy Istennek megfelelsz, bárhogy. És ebben szeretnének így megerősíteni, hogy Istennek bárhogy megfelelsz. És olyan rossz ez az üzenet így a bazilika bejáratánál, hogy, hogy felöltöztetnek, mert nem felelsz meg az elvárásoknak. Mert csak úgy mehetsz be, hogyha így befeded magad. Ezzel az az üzenet, hogy figyelj, hozd rendbe magad, hogyha Istenhez akarsz közeledni. Először, először hozz rendbe magad, először hát nézzél már ki rendesen, meg, 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 vagy legalább viselkedj úgy, egy ilyen képmutató uh, viselkedésre próbálnak így, így rávenni. De figyeljetek, ő úgy vár rád, ahogy vagy. És nem azt várja el tőled, hogy, hogy kívülről rendbeszed magad, vagy másnak láttasd magad. Nem illedelmesnek, jó és tisztának kell láttatnod magad, mert, mert, ez képmutatás, és Jézus ez ellen küzdött a leg, legintenzívebben, és a leginkább. És ő, és ő, belülről szeretné, a szívedet szeretné megtisztítani, és megváltoztatni. Szóval amikor Jézus belépett Jeruzsálem városába, az első dolga az volt, hogy elment a templomba, és ott egy nagy takarítást tartott. Bement a templomba, és eltávolította a bűnt. Figyeljetek, ő nem egy, nem egy külső változás szeretne az életünkbe, hanem itt belül, a belsőnkben szeretne rendet tenni, kitisztítani mindazt, ami elválasztott tőle, kitisztítani minden bűntől és minden tisztátalanságtól, és egy ilyen belső megújulást adni. És Jézus itt azt üzeni, hogy te magad vagy az ő temploma. És amikor Jézus a királyod lett, és eljött és bevonult a városába, akkor az első dolga az volt, hogy megtisztított téged. Hogy megtisztított a bűntől a szívedet, mert őnek itt te vagy igazán fontos, és nem kívülről, hanem, hanem így belülről kezdje el benned a munkát. Belül tisztít meg, és ez fog majd így kifele is hatással lenni. Szóval Jézus nem azért jött, hogy a gyülekezeti hogy a épületeket kitakarítsa, vagy eh, azért jött, hogy megtisztítsa a templomát, hogy megtisztítsa a templomát, amit te vagy. Azért jött, hogy így, így felforgassa az életünket, és kiűzze azokat a bűnöket, amelyek egykor az életünket irányították. Szóval a templom megtisztítása az erről szól, hogy ő megváltoztatja az életünket, és jöhetünk hozzá úgy, ahogy vagyunk, de nem hagyja, hogy úgy is maradjunk. Valaki egyszer azt mondta, hogy Isten úgy szeret, ahogy vagy, de sokkal jobban szeret annál, hogy úgy is hagyjon. Hm. Ilyen Istenünk van. Na gyertek, olvassuk tovább a 14. verstől. Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, hozsanna Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? Erre hagyva őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Tehát mi történt itt, Mit tettek ezek a papok, hogy reagáltak, mi volt a reakciójuk? Felháborodtak. Felháborodtak, amikor a messiás megérkezett, amikor kijelentette, hogy ő a király, és, és emberek így dicsérik, és, és, és üdvözlik, és hozsannát kiabálnak neki, ezek felháborodnak. És figyeltek, itt, itt a farizeusok, um, Három szinten nem vették észre Jézust. Látták a csodákat. Látták a csodákat, amiket tett, amiből, amiből rá kellett volna jönniük, hogy ő az. Amire egy rá kellett volna dobbanni a szívüknek, hogy ő az. Aztán hallották az embereket, sőt a gyermekeket hallották dicsérni az Istent, és dicsérni őt. Mert ők felismerték, hogy ő az. Ebből már nagyon meg kellett volna látni hogy ki is Jézus. És Jézus megspékelte még a harmadik szinten egy idevágó proféciával is. Azt mondta, hogy hogy nem olvastátok, hogy gyermekek és csecsemők szája által szerzett dicséretet? Hogy szereztél dicséretet? Szerintem biztos nagyon jól ismerték ezt a proféciát. De a bűneik, így a saját egójuk, a kemény szívük az nem, nem hagyta, hogy hogy beismerjék. Így ellenállt, ellenállt, a szívük. És annyira tetszik, hogy a, hogy a, gyermekek, itt ezek a kisgyermekek, akik dicsérik Jézust, így a farizeusokat megszégyenítő módon, megszégy, az őket megszégyenítő hitről és, és, és bölcsességről tettek tanúbizonyságot. És hagyj hozzak ide egy, egy megtörtént történetet, ami, ami számomra nagyon ezt mutatja. 1960-ban Ruby Bridges, egy, egy hat éves afroamerikai kislányról van szó, aki történelmet írt, ugyanis ő volt az, aki 1960-ban, még egyszer mondom, ő lett az első afroamerikai diák, aki egy fehér általános iskolába kezdett el járni New Orleansban, tehát Louisiana, állam, Louisiana, államról van szó, egy déli áram, ahol, ahol igazándiból nagyon sokáig elutasították ezt a fajintegrációt az iskolákban. És képzettek el, hogy Rubi minden nap fegyveres szövetségi marsalóknak a kíséretében mehetett csak iskolában, mert minden nap egy masszív tömeg állt a útját, és, és tüntettek ellene, sértegették, fenyegették, és meg akarták akadályozni, hogy ez a kislány oda mehessen az iskolába. És ez a kislány ennek ellenére minden nap, minden nap bátran és hősiesen ezt, megtette ezt az utat az iskolába, és, és mielőtt belépett volna az iskolába, megfordult, és, mondott minden nap valamit így az embereknek. És már eltelt nagyon sok idő, sok napja történik mindez, és egyszer csak valaki megkérdezte tőle, hogy Rubi, te mit, miért fordulsz meg, és mit, mit, mondasz mindig így az embereknek reggel az iskolába menet? És ő egyszerűen azt válaszolta, hogy, hogy minden reggel imádkozom értük, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És van, amikor a gyerekek bölcsebbek, és nagyobb a hitük, mint, mint a felnőtteknek. És itt ez történt ebben az esetben is. És Jézus ezután így belefáradva ebbe az egészbe, úgy gondolta, hogy itt akkor befejezi a diskurzust, és ők inkább elmegy Betániába, és hogy a barátainál tölti, a, tölti az estét. És így is történt. De nézzük meg, hogy viszont mi történt utána, a 18. verstől. Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá, ne teremjen rajta a gyümölcs soha többé. És azonnal elszáradt a fügefa. Amikor látták ezt a tanítványok, elcsodálkoztak, és azt kérdezték, hogyan száradt el ilyen hirtelen ez a fügefa? Jézus így válaszolt nekik, bizony, mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok, emelkedj fel és versd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Szóval Jézus megölt egy fügefát. De, de mégis miért? Nem szerette a fügét? Vagy úgy, úgy <laughs> útba volt, irritálta, vagy, vagy egyszerűen csak így, így ballábbal kelt fel az nap, Tudod, és rossz napja volt, ne szóljatok hozzám, hm, füge fel, Tudod, ilyen, ilyen nagyon, <laughs> nagyon emberileg gondolatunk ilyen, ilyen dolgokra is, és ez mindenkivel is fordulhat. De, de itt ebben az esetben más, más, van a háttérben. Figyeljetek, Jézusnak mindössze három éve volt arra, hogy, hogy itt a földi szolgálatában így, így mindazt, Átadja nekünk, megértesse velünk, amit, amit szeretett volna, hogy megértsünk ő magából, az ő országából, abból, hogy hogyan tudunk hozzá kapcsolódni, az, hogy mi az, ami a mi feladatunk, mit kell nekünk tenni. És, és, és hiszem, hogy ezzel a ránézés nem túl kedves történettel, hogy ott helyben elszállott egy fügefa, Jézus egy, egy nagyon nagy jelentésségi üzenetet szeret nekünk átadni, itt és ma. Szóval a kérdés, hogy miért nyírta ki Jézus a fügefát? Ez a kérdés. És a válasz pedig az, hogy mert nem hozott gyümölcsöt. Nem volt rajta gyümölcs. És igen, nagyon helyesen reggel beszélgettünk erről a történetről, és valóban, tehát ne úgy képzétek el, hogy hát nem találta rajta Jézus semmit, kinyitta a fügefát, és akkor utána jöttek a, jöttek hogy Jézus, tegnap volt szüret. Tudod így? <laughs> Jó, ups bocs, de nem, nem ez történt. És nem is az volt, hogy Jézus olyan időszakban ment volna a füge fához, amikor, amikor tudjátok, mint decemberbe decemberben, Jézus, hát ezen nem is kéne, hogy legyen füge. Ja, bocs. Nem, tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan, olyan ö, természeti adottságokkal ellátott terület, és olyan éghajlati viszonyok, hogy ez a füge ez, ez folyamatosan terem. Tehát az, hogy Jézus nem talált rajta fügét, ez annak a jele, hogy hogy ez nem termet egyáltalán. És Jézus, Jézus, ténylegesen éhes volt, és szeretett volna, szüksége volt erre a gyümölcsre. Ám nem talált. Szóval ezért, ezért történt mindez, mert nem hozott gyümölcsöt. És keresztelő János azt mondta, a megkeresztelkedni hogy sokaságnak, emlékezzünk csak vissza, de segítek, hogy mit mondott Lukács 3-ban. Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket. És ne kezdjétek azt mondogatni magatokban. A mi atyánk Ábrahám, mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig már a fák gyökerén van. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Gyümölcsöt teremni? Tehát most azt akarod mondani, Gergő, hogy, hogy Isten elvárja, hogy teremjünk gyümölcsöt? Hogy tegyek valamit? Hogy legyen látható nyoma az életemben annak, hogy én őhoz tartozom? És én azt mondom, hogy igen. A határozott válasz erre az, hogy igen. És egy olyan életre akar minket megtanítani, amiben, amiben adunk, amiben szolgálunk mások felé, amivel segítünk másoknak, hogy mindezzel így dicsőítsük, ami menjen a Ő egy célral váltott meg minket, és azt a célt így, így megmutatja az életünkben. És hagyj még két a gyümölcs terméshez nagyon-nagyon erősen kapcsolódó, erről szóló igehelyeket. János, a, a Jézus a János 15-ben azt mondja, hogy ő a szőlőtő, mi pedig a szőlőveszők. Nézzétek csak! Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjem. És a másik az, az Efezus 2 hogy mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Tehát Jézus azért mentett meg minket, hogy, hogy jó cselekedeteket tegyünk, hogy jó gyümölcsöket teremjünk. És lehet, hogy ezt halva valaki fölhúzza a szemöldökét, hogy hú, biztos. Hogy, mert sokan úgy gondolják, hogy Isten nem vár el tőlünk semmit, Elég, hogyha tudjátok, hogy jók vagyunk, meg eljárunk templomba, meg megpróbálunk kb. mindenkivel kedvesek lenni, és akkor így, így ennyi elég is. És nem azt mondom, hogy, hogy bármi baj lenne azzal, hogy, hogy egy jó életet élsz, hogy kedves akarsz lenni emberekhez, hogy, hogy, egy, hogy egy szép életet akarsz élni. De azért, ha csak ennyiben merül ki a kereszténységünk, akkor egy akkor egy olyan fügefához vagyunk hasonlók, amelyik Hát Max arra figyel, hogy nehogy a, a szomszéd kertjére hulladsa le a leveleit. Nehogy, nehogy, megbántsa. Értitek? De ez, ez, ez kevés ahhoz. Hogyha azt hiszük, hogy a keresztény életünk ennyiről szól, akkor tévedünk. Mert ettől még gyümölcsöt nem termünk egy darabot sem. És nemrég olvastam egy, egy gyülekezetről, aki um, az első néhány év alatt ilyen hatalmas növekedésen mentek keresztül. 30 főről indultak egy kis pincehelységben, és néhány év alatt ilyen 500 fő fölé dúzzadt a létszámuk. És megkérdezték tőlük, hogy mi a titok? Tehát hogy, 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 hogy tudok ilyen növekedést felmutatni? Mi, miért növekedtetek? És azt mondták, hogy a, az új megtérteknek két feladatot adtak. Hogy imádkozzanak, Imádkozzanak másokért, imádkozzanak a közösségükért, imádkozzanak elveszettekért, akik, akiknek szeretnék, hogy, hogy Isten megjelenjen az életükben. És a másik, hogy, hogy vállaljanak valami szolgálatot. És tényleg bármilyen szolgálatot, amit, amit úgy érzik, hogy az, az, az ő ő nekik abban tehetségük van, talentumuk van. Lehet ez gyülekezeti szolgálat, lehet az idősek, a betegek felé való szolgálat, tanítványozó csoport, nem tudom, betegek látogatása, vagy bármilyen egyéb szolgálat olyanok felé, akiknek szükségük van Jézusra. És az emberek ebbe beleálltak. És, és egy olyan növekedés lehet ennek az eredmény. És ne értsetek félre, nem az a cél, hogy, hogy egy gyülekezet számban növekedjen, hanem ez a növekedés a hitbeli növekedésnek volt, és a gyümölcs termésnek volt a jele. És Jézus a fügefával történteken keresztül azt üzeni, hogy ne elégedjünk meg azzal csak, hogy, hogy szép életet próbálunk élni. Ez biztos egy szép fügefa volt, ugye, szép, ilyen szép levelek voltak rajta, meg minden, de ez egy fügefának a célja, hogy szép legyen, meg szép levelek legyenek rajta. Nem, a fügefának a célja és az életének az értelme az, hogy fügét teremjen. Tehát, hogyha csak egy szép életet próbálunk élni, meg abban merül ki a kereszténységünk, hogy kedvesek próbálunk lenni másokkal, akkor az nem elég. Mert Jézus nem azért váltott meg minket, hogy így kényelmesen éljünk, hanem hogy gyümölcsöt teremjünk. És és néhány ember úgy tekint erre, erre a gyümölcsöt kell teremni, meg Jézusnak kell szolgálni gondolatra, mintha ez, mint ez ilyen nehéz feladat lenne. Minthogyha ez egy ilyen, ilyen teher lenne, amit a, a háta közepére se kíván, vagy most miért tesznek rám ilyen elvárás, most miért mondom én ezt innen föntről, és akkor miért akarok így embereket így leterhelni. Jó, ezt így, így szeretném, ha így, így rendbe tennénk, hogy ez, hogy ez miről is szól valójában. Um, ha Jézus szolgáltat tehernek éled meg, akkor így, így félreértel az egészet. Jó, és ezt így szeretném így kibontani nektek. Jézus azt mondta, hogy, hogy ő a szőlőtő, mi meg a szőlő veszők. Na most, a szőlőtő, ugye a tőke, amelyik, egy vastag, fás része a növénynek, ugye ez hatól le nagyon mélyre a gyökérben szívja fel a tápanyagokat és a vizet, tartja, rögzíti, biztonságot ad, és otthont ad a veszőnek. És a vesző, a szőlő vesző, az pedig az egyéves hajtása a szőlőnek. És ez az, ami megjelenik, megjelenik a levelek, és megjelenik a termés. De gyakorlatilag minden vesző, minden szőlő vesző csak akkor képes teremni, Hogyha szervesen ízesül és, és bele van épülve a szőlőtőbe. Tehát Isten az, aki táplál, Isten az, aki védelmet ad, Isten az, akihez kapcsolódva megélhetjük ezt. És gyakorlatilag egy vesző az egyszerűen innentől kezdve, hogyha benne van, Benne van a tőkében, hogyha kapcsolódik Istenhez, akkor nem tud más tenni. Akkor megindul benne is a, a tápanyagok áramlása, a víznek az áramlása, és nem tud más tenni, neki ez van belekódolva. Hogy egyszerűen akkor elkezd hajtani, kihajtanak azok a rügyek, kihajtanak a levelek, és, és virágot hoz, és termést hoz. Ez nem egy... Nem egy egy erőszak, és egy ilyen ki kell magából erőltetni azt, hogy én most akkor teremjek, menjtek el egy, egy szőlős kertbe. És figyeljetek, hallgatózzatok, jó? Tehát hány ilyen nyögdécselést, vagy erőködést hallotok, hogy most mi ez a hang? Tudod, kérdezzetek így a szőlős gazdától, mi ez a hang? Hát most terem a szőlő. Próbálja megteremni a szőlő szemeket és a fürtöket. Hallottatok valaha ilyet? Én se. Azért, mert ez nem, nem, nem egy önmagunk megfeszítéséből, kierőszakolásából származó dolog, hanem, hanem egyszerűen, egyszerűen kapcsolatról szól. Kapcsol, kapcsolódsz Istenhez? Akkor egyszerűen ez, 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 innentől kezdve magától megy. Nem neked kell megfeszülnöd, hanem, hanem ő belőle árad mindez. Láttam egyébként olyan gyümölcsfát is, képzettek el, amikor egy, egy bizonyos fajta növénybe beleoltanak különböző Kis ágakat és hajtásokat, különböző gyümölcsöket is képes teremni. És akkor egy ilyen alma fába, ott egyik ágaz körtét hoz, a másik az nem tudom, szilvát, meg tehát vannak ilyenek. És ez számomra azt magyarázza és azt erősíti meg, hogy Isten az, aki táplál, aki az alapja az életünknek, és onnantól kezdve az, hogy mi van belénkódolva, mi van belekódolva abba az alma, hajtásba, vagy abba a, nem tudom, szilva hajtásba, vagy barack hajtásba. Ő azt fogja teremni. De teremni fog. Értitek? Na szóval, és innentől kezdve um, azt látjuk, hogy ha kapcsolatban vagy Istennel, akkor a gyümölcs termés az egy természetes folyamat lesz számodra. A szolgálat az egy természetes eredmény az Istennel való kapcsolatunknak, és egy külső jele a belső változásnak. Szóval a szolgálat az ne legyen teher, ne egy plusz feladat, egy kellemetlenségnek éld meg, mert akkor félrejtetted a lényeget. Jézus azt akarja, hogy úgy tekintsünk a szolgálatra, mint egy lehetőségre, mint egy kalandra. Azt akarja, hogy megértsük, hogy ő, hogy ő bízik bennünk, és ez egy, ez egy, megtiszteltetés számunkra, hogy, hogy bízik bennünk, és bevon a tervébe, bevon a jó tervébe, és bevon a munkájába. Egy hisz benned, és egy nagy ajándékot adott neked, értelmet adott az életednek, Szélt adott számodra. És hogy mondjuk el még egy történet, ami, ami, egy kicsit másként, de ugyanezt megvilágítja. Így segít megérteni ezt az eltérő gondolkodást. Képzeltek el, fiktív story, de, 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 de egy segít, segít, a gondolkodást így megérteni. Tehát van egy, van egy, egy farm, agráros szakember révén, hagyj ilyen példát nektek, tehát van egy farm, egy sertésfarm, nagyon jó, meg egy kis tehenek is vannak, mindenféle. Jó, így ne legyünk csak kirekesztőek, hogy csak sertés, más is legyen ott. Sertés és marha tehén, jó? Van egy ilyen farm, aminek idős gazdái vannak, idős tulajdonosok, és van egy alkalmazottjuk, egy ilyen mezőgazdasági munkásember, akinek szállást is adnak, és ott lakik az istáló mellé épített kis szolgálati házában, évtizedek óta dolgozik nekik, és megbízható ember, tényleg csinálja a dolgát, naponta megy a mezőre, bemegy az istálóba, elvégzi a feladatot. És, de ugye idősek már, a, idősek a farmerek, a tulajdonosok, egy idős házaspárról van szó, már nincs annyi energiájuk, kicsit kezd romosodni az istáló, az utakat fölveri a gyom, a kerítések kezdenek ütött-kopottá válni. És gyakorlatilag ez, ez a helyzet. És az emberünk ugye az, az tehát abszolút megbízható, és teszi a dolgát, de csak annyit, amennyi, amennyi, éppen a dolga. És ezt egy napon ez az idős házaspár így behívja magához, leütetik az otthonukban, és, és elmondják neki, hogy, hogy mennyire, mennyire szeretik, és hogy mennyire, megbíznak benne, és mennyire hálásak az elmúlt több évtizedes munkáért, amit itt, itt nekik dolgozott, és, és őket segítette, és hogy itt, itt együtt vezették ezt az egész farmot. És hogy nekik nincsenek gyerekeik. És arra jutottak, hogy, hogy rá szeretnék hagyni ezt az egész gazdaságot, az egész birtokot. És um, ezen az emberünk így, így mélyen meghatódott, és elmondja nekik, hogy, hogy mennyire hálás. Hálás ezért a bizalomért, és, és hogy köszönni. És hogy igazándiból fel se tudja fogni, amit most hallott. És képzeljetek, -e, hogy amikor így, így kiment a házból, és körülnéz, ugyanazt látja, mint ezelőtt, egy nappal, egy héttel, egy évvel, vagy a sok ével keresztül látta minden nap. Látja az utakat, hogy fölveri a gaz, látja a kerítéseket, amiket le kéne festeni, látja az istálókat, amiket hát olyan állapotban vannak, amilyenben, és hirtelen más szemmel látta ezeket. És azt gondolta, hogy sok dolgom lesz. Meg kell mindezt újítanom, fel kell újítanom, munkát kell ebbe beletennem. És mi az, ami megváltoztatta a hozzáállását? Az a felismerés, hogy az idős házaspár az hit benne. És egy nagy örökséget hagytak rá. És hogy amit tesz, az többé nem azért teszi, mert egy feladat. Egy, egy, teher, amit meg kell tennie, hanem mostantól, amit tesz, az egy lehetőség, ami megadatott neki. Értitek a különbséget? Szóval Jézus meghívott minket az ő országának az építésére. De nem úgy, mint szolgák, mint béresek, hanem úgy, mint örökös társak. Egy kapcsolatra hívott el. És hogyha ezt megérted, akkor hirtelen másként kezded el látni a szolgálatot. Másként kezded el látni a munkát és ez teljesen megváltoztatja a hozzáállásodat. Szóval így, így zárásként és dicsőítő csapat, gyertek! Amit látok ebből a történetből és ebből a néhány versből, az az, hogy, hogy Jézus megtisztít. Amikor beengedjük őt az életünkbe, akkor, akkor az az első dolga, hogy, hogy megtisztítson minket. Szóval gyere hozzá úgy, ahogy vagy. Ne akard magadat, megváltoztatni. Ne ilyen self-help uh, dolgokba bíz, hanem egyszerűen csak így, így gyere úgy, hogy vagy. És ő megváltoztatja az életedet, és célt ad, és feladatot ad, és értelmet az életednek, aminek értéke van az örök életben is. És ő megígéri, hogy, hogy minden nap veled lesz, mert innentől kezdve ez, ez a vele való kapcsolatról szól. És egy kapcsolatra hív önmagával. Szóval, hogyha még nem tetted ezt meg, nem ismerted őt meg, és nem mondtál igent erre a kapcsolatra, akkor, akkor itt a lehetőség, és ma is mondhatsz rá igent. Gyertek, imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te vagy a győztes királyunk, aki bevonultál a mi szívünkbe, és hogy, és hogy az első dolgod az az volt, hogy így megtisztítasz minket, megtisztítasz a bűntől, megtisztítasz így, így az életünk szennyeitől, romjaitól, és köszönjük, hogy, hogy ez a megváltásod, hogy a te, te kegyelmed, az itt kimunkálja bennünk azt, hogy a gyümölcs terméletünk lehessen. Úr Jézus, köszönjük, hogy bevonsz a munkádba, köszönjük, hogy célt adsz az életünknek, és köszönjük, hogy mindeközben te ott vagy velünk, és te vagy az, aki, akiből így az életünk fakad. Te vagy az életünk forrása és értető ereje. Kérek, hogy ezt hogy tudjuk így, így megélni, és, és napról napra egy jobban megérteni a Te nevedben. Amen.